Egy óriási platán tövében állok, ami valószínűleg látta a mellette levő híd kettős életét. Az urbanista blog egészen pontosan Szadics fedezte föl, méghozzá fortepán képek beazonosításával, hogy ez az óriás platán nagyjából egyidős lehet a mellette álló híddal. Két híd, egy történet, 117 vagy 56 éves az Erzsébet híd. Híd azért lett Erzsébet, mert a pesti kiinduló pontja is ezt a nevet viselte, méghozzá Erzsébet királynéjét, tehát Sziszijét, és egy tragikus alkalom a meggyilkolása után és miatt nevezték át az ottani, akkori esküteret. A híd története avval indult, hogy 1893-ban törvény született arról, hogy Budapesten két új hidat kell építeni. Az egyiket itt az Eskütérnél, a másikat pedig valamivel délebbre a Fővámháznál, tehát a Fővám téren. Az a híd, a Ferenc József híd rendben meg is épült a millenniumra, mert ez volt a cél, de az Erzsébet híddal nagyobb gondok voltak. A két hídra összesen 74 pályázat érkezett a nemzetközi tervpályázaton, a többsége egyébként az Erzsébet hídra, de mégsem az épült meg, ami nyert, mert a győztes németek terve egy függőhidat képzelte el, de végül is az akkori kormány úgy döntött, hogy inkább egy magyar alapanyagokra és munkaerőre alapozó olcsóbb, újabb lánchidat építenek majd itt fel. Másrészt a híd építéséhez nagyjából le kellett bontani a régi pesti belvárosnak az egy részét is, például a pesti városházát, továbbá korábbi barokk Girbegurva utcákat azon az oldalon. Még az is szóba került, hogy a híd építése miatt a belvárosi plébánia templomot is egy kicsit arrébb kellene tolni, de ez aztán nagy felháborodás övezte, és végül is úgy tervezték meg a hidat, hogy a tengelyvonal elkerülje a templomot. Egyébként ez a templom arrébb csúsztatás az nem egy különösebben vad ötlet, mert történt ilyen itt Budán, a Krisztina templomban 1943-ban, amikor bővíteni szerették volna a templomot, sinekve rakva 5 méterrel arrébb csúsztatták a szentély részt. Nem ment könnyen az építkezés sem a Gellérthegy lábánál lévő melegvízű források miatt. A munkálatok álltak is egy ideig, mert a budai pillér elmozdult. A híd merevített lánchíd volt, ami egyetlen 290 méteres hosszú nyílással ívelt át a Duna fölött, és mindkét lábához 42-42 méteres rakparti áthidalások csatlakoztak. Az 1903. októberében felavatott Bözsi a városképet is megváltoztatta. Azután lettek főszereplők a Klotild palota ikerépületei, és a híd új életet vitt az addigi zárvány Tabánba is. Az első Erzsébet híd 42 évig állt, amikor a németek 1945. januárjában felrobbantották. Az első híd évtizedekig a legnagyobb nyílású európai lánchídnak számított, 4 sávos autóút futott rajta, és később villamos is. Aztán elérkezünk 1945-höz, ahol január közepén a németek robbantották föl az Erzsébet hídat, de csak fél sikerrel, mert a budai oldalon elhelyezett robbanóanyag robbant csak föl, így a pesti rész a hídnak a fele tulajdonképpen egészen a 60-as évekig állt, mint torzó. ...1945 után a főváros hídjai közül az Erzsébet híd épült föl utoljára. 2 évig tartott, amíg sikerült kiemelni a korábbi roncsot a Dunából, és 1960-ban kezdődhetett el az új kábelhíd építése. Sokak szerint az Erzsébet híd mintájául egy kölni híd, a Mülheim híd szolgált, de Sávoly Pál, az Erzsébet híd tervezője, akkora már számos híd
építésében közreműködött, például Afrikában. Egyébként Hollandiában tanulta ki a szakmát, benne volt az Árpád-híd tervezésében, és később Kossuth-díjasként közreműködött a Lánchíd és a Szabadsághíd újraépítésében is. Az acélszerkezet szerelési munkái 1962 őszén kezdődtek el. Az iránykábelt a következő nyáron húzták át, és őszre az utolsó kábel is a helyére került. Az építkezéskor felhasználták a régi pilléreket, így megmaradtak a híd régi kontúrjai, de jóval szélesebb lett, mivel a régi hídhoz képest a kábeleken kívül kerültek a gyalogjárdák. A hídtest elemei a ganzmávakban készültek el, aztán a 20 méteres és egyenként 100 tonnás híddarabokat az összekötő vasúti hídtól úsztatták le az építkezéshez. A híd kábel tömegei 61 elemi kábelből állnak össze, amiket a hídfők vasbeton tömbjeibe rögzítettek, és a felfüggesztések 10 méterenként követik egymást. A kábelek már a helyükön voltak, amikor 1963-ban súlyos baleset is történt, a déli kábel alatti szerelőszőnyeg kifordult, és a rajta dolgozó munkások pedig leestek róla. Szerencsére nem halt meg senki, mert be voltak kapcsolva a biztonsági kötelek, így addig a víz fölött lógtak, amíg ki nem szabadították őket. Jó egy év múlva aztán már jöttek a buszok, villamosok és a hordó abban a bizonyos terheléses próbában. Azt a bizonyos hordót 1964. november 21-én gurították át a hídon. A legenda szerint azért kell hordóval kezdeni mindezt, mert baj éri azt, aki elsőként megy át egy új hídon. A híd terhelés próbáján 80 autóbusz és 40 villamos hajtott a sínre, és persze utána jött a tömeg. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, sok szocialista delegáció meg tüntetés ment át a hídon. Sokak szerint a világos színe és az íves karcsúsága miatt az Erzsébet híd a legszebb budapesti híd.